Jó napot kívánok, itt vagyunk a konyhában. Most jut eszembe, hogy az előző videót, ugye tegnap estig még nem is raktam föl. Nem is raktam föl, úgyhogy... hát nem tudom. Csináltam közé magamnak egy kávét. Igazi fekete kávé, nem tudom mennyire látszik, nem akarom kiborítani. Finom, nagyon biztos. Jó forró, meg nem nagyon édes, szóval. Hát én nem tudom, nem nagyon ízlik. Nem friss, mert így ugye itt megmaradt. A reggeli kávéból egy kicsi, azt melegítettem most a mikróba. Szóval nem friss. Nem is tudom, hogy miért kapcsoltam be, csak úgy bekapcsoltam, spontán. Ugye szombaton március 15-e lesz. Úgyhogy ünnepelünk. Majd kitűzze megint csak kokárdát. Aztán akkor megyünk bulizni. Az alja finomabb, mert ugye ott felolvadt már cukor. És akkor az miatt finomabb ott az alja. Úgyhogy nem tudom, hogy lesz még. Akarok most egy nap szünetet tartani. Vagy lehet, hogy kettő lesz belőle, még nem tudom. Ugye most van csütörtök, holnap péntek, és utána szombat. És akkor szombaton vagy lesz videó, vagy nem. Ugyanez vonatkozik péntekre is, hogy vagy lesz videó, vagy nem, mert kicsi pihit szeretnék tartani. Úgyhogy ez a konyha videó egyben egy ilyen bejelentős videó is. A másik, meg hogy van egy jó hírem, még nem számoltam ki, de körülbelül 2,5 hónap múlva újul a kamera. 2,5 hónap múlva új kamerával állok elő, de ez lehet, hogy több lesz, vagy lehet, hogy kevesebb. Még nem tudom előre, hogy hogy lesz. Biztos az, hogy lesz, csak hogy mikor, az már nem mindegy, ugye. Annál, minél hamarabb, annál jobb, ugye. De ez nyilván nem lesz úgy, ahogy én szeretném. Bár, ahogy megkapom, hát én magam veszem meg. Ja, megtörölgettem az ablakomat a kis szobába. Most nem jött, hogy... Ja igen, úgy jött ide egyébként ez a téma, hogy most látom, hogy a konyhába elég koszos. Ez mindegy, az én szobában meg van szépen törölgetve. Na, hol tartottam? Hogy ahogy meg lesz, ahogy megveszem, onnantól kezdve csinálok egy olyan videót, még ebben lesz majd fölvéve, amikor még kibontom, ugye azt fogom fölvenni, amikor még kibontom. Ezt közben írom is, mert el fogom felejteni, mert ez nagyon fontos. Pillanat, keresek egy tollat. Hova írjam? Na mindegy. Minek írjam le, igaz, majd visszanézem a videót, szóval... Ennyi, majd visszanézem a videót. Szóval... El is kezdem. Hogy majd lesz egy olyan videó, mikor meg lesz, hogy... Egy kibontásos, mikor kibontom. Egy olyan, aztán... Lesz egy olyan, hogy... teszt. Összehasonlítjuk, amiben most veszem föl, és ami majd lesz, azt a kettőt össze lesz hasonlítva, az úgy fogjuk megoldani, hogy mondjuk itt lesz a hely, és akkor ide rakom az egyiket, mellé meg a másikat, és meg fogjuk nézni, hogy mekkora a látó szöge a rendszernek, mert melyik a szebb minőségű, stb. Fény, ilyen állás szerinti összehasonlítás, de nyilván, amit most fogok megvenni, az lesz a nyerő,
egy az árban is ennek a háromszorosa kb. Álljál? Ja, háromszorosa. Amivel most veszem fel, annak a háromszorosa lesz annak az ára. Tehát árban is jobbnak kell, hogy legyen. A másik meg, hogy mindenhogy jobban kell, hogy legyen. Ezt majd el kell mosogatni. Igen. Szóval egy kibontós, aztán egy összehasonlítás. Úgy fogom megoldani, hogy Sony Vegas-szal majd össze fogom várni. Ha addigra még a Sony Vegas-t fogom használni, mert már nem elegem van belőle. Mindegy. Ugye össze fogom rakni a kettő felvételt, alá fogom írni mind a kettő kis ablakhoz, hogy melyik micsoda. Aztán egyből kimegyek fel az utcára. Nem, előtte itthon lesz egy ilyen kis vlogolgatás teszt, egy ilyen saját teszt, majd én azt csak én láthatom. Aztán majd készítek nektek is vele egy videót, majd egyből kimegyek fel az utcára, egyből megnézek mindent, fény mennyire irritálja, meg stb. Innen kipróbálok vele, és abból majd ti is láthatok egy pár darabot. Aztán a víz tokos dolgot akarom majd egyből kipróbálni. Azt először is majd itthon a fürdőkádba, egy fürdés videónál. Aztán aztán nyáron is ki fogjuk próbálni, mikor megyek. Hát valóban biztos fogok menni. Ha tengerre nem is, akkor esetleg a fürdőbe, szóval ott is tudok majd csúszdázni vele, meg bármiért, tehát ez majd még úgy fog alakulni. Aztán mit akartam még vele kipróbálni? Várjál már. Nagyjából ennyit amúgy. Ja, nagyjából ennyit. Nyilván télen is jó, de hát az még nincs tél, szóval maximum berakom még hűtőbe, tesztek fölösleges hülyeség. Szóval télen is jó, mindig jó, az nagyon jó, a kamera. Nem véletlenül benne van a nevével sportkamera. Ugye olyan, mint a GoPro, de mégse az, mert annak egy minőségibb változata, úgymond a neve miatt egy kicsit olcsóbb, ugye, hogy nem egy híres nevet kapott, ez olyan, mint hogy mondjuk, tehát nem mindegy az, érted, hogy most Samsung TV-t van, vagy Apple TV-t van, tehát ez nem mindegy, érted, a márka, mert mondjuk az Apple TV mondjuk 500 ezer forint, a Samsung meg mondjuk csak 100 ezer. Tehát a márkát meg kell fizetned, úgymond. Tehát ez vonatkozik a GoPro-ra is. A GoPro kezdődik olyan 70-80 ezer forintnál, az a mostani, amit akarok, az meg olyan 50-60 ezer forint. Tehát akkor 20 ezer forintot még fizetnék, akkor ennyi megveszem a márkát nyilván. Tehát ez csak a márka miatt van ez. Szóval semmivel nem jobb, és nem is rosszabb. Tehát úgymond egyenlő vele, tehát egyenlő vele a minden egyenlőre. Jó, nyilván ezek a szakértők azért tudják, azért meg lehet különböztetni, de nem. Tehát nem olyan, hogy mondják ezt, nem olyan látványos különbség van köztem. Most GoPro vagy egy másik Echo valami, nem tudom milyen, ilyen kínai neve van vágott. Tehát a név a különleges. Annyi, hogy nem egy GoPro-ról beszélünk. Na mindegy. Többféle színbe lehet kapni, ezt már elmondtam, azt hiszem ötféle szín, ugye van a piros, a fehér, a fekete, kék, meg a sárga. Tehát ötféle szín. Hát nagyjából ennyit akartam mondani nektek, én mindjárt elmosogatom a bögrémet, aztán lehet, hogy átmegyek ajánlani a mamámhoz, ebédelni, vagy előtte lehet, hogy felrakom ezt a videót, meg még az előző videót, ugye a tegnap esti videót. Hát, nem tudom végül is. Ez majd úgy ki fog alakulni. Most nagyon elbeszélgetnék valakivel. Most úgy beszélgetett. Tehát most rám jut ez a beszélés. Vágod? Beszélés. Egyfogy nem tudom abba hagyni, vágod, de abba kell hagynom, mert tudom, hogy körülbelül mindjárt 16 percnél tartunk. De azért rám nézek. Mellett, hogy még beszélgetünk. Hol tartunk? Várjál már. Még csak 10 percnél tartunk.
de lement már nagyjából a nap. Hú, hogy szalad le fel a nap. Azt látnozok kéne. Elébb még százágra sütött a nap, elébb még itt fönt volt a nap. Most meg már csökken lefele, már itt van a nap. Igen, tessék. Látod, erről beszélek. Elébb még a ház fölött volt, a 10. emelet fölött volt, most meg már lement a 9. emelet, tehát a ház mögé már lement, tehát már nem látom a napot, mert itt már elment a nap. És mire kimegyek az utcára, hát igen, 17 óra van, máskor ilyenkor már sötét volt. És akkor most meg most kezd sötétedni. Máskor ilyenkor már sötét volt, most olyan 18 óra felé lesz sötét, a múltkor meg 17 óra, akkor volt egy héttel ezelőtt, azt hiszem. Igen, 17 órakon. Sőt, már voltam, amikor 16 óra, akkor már sötét volt. Mert most tök jó, örültem. Mondom, mi van, ilyen rövidek voltak az óráim, vagy mi? Mert ugye 10 órám lett volna, egy elmaradt, szóval 9 lett. Nem egy elmaradt, még igazából kettő utolsó, az a kettő német volt, ugye? És ügyes voltam, és elengedett egy órával hamarabb. Nem, úgy csak velünk kezdtem, mert úgy vagyunk, hogy pincér, szakács, meg cukrász, vagy pincér, meg cukrász, valahogy így vagyunk, és akkor a pincéreket hamarabb elengedte, szóval minket hamarabb elengedett. Amazokat meg bent tartottam még egy órával tovább. Mert mi most mi kezdtük hamarabb a szövegünket, meg ilyen izé. Na mindegy, úgyhogy ez van, úgy beszélgetni, tényleg annyira beszélgetni, nékem van most. Lock, meg a memory. Stop, admin, start. Sokkal jobb az angol kiejtés, nem úgy. Nem tudom, ez a németet, még kezdtem bele. Most már nem tudok megszabadulni tőle. Hát, de mindegy, értitek azért. A szemüveg se jó annyira. Ezt is újat kéne venni, csak az a baj, tudjátok, hogy én mind gyerek észre, mire gondolok? Most gondolj bele. Lenne pénzed. Pont annyi pénzed lenne, mondjuk, hogy ja, és tegyük fel, hogy szemüveges vagy, mert nem mindenki szemüveges. Most én szemüveges vagyok, tiszta karc a szemüvegem, több szar, le kéne már cserélni, mert már el van ferdülve, mert minden baja van, már 2 éve megvan szerintem, már tökömtelé van, tehát jobban látok így, jó, nem mondom azt, hogy jobban látok így, de leveszem a szemüveget, olyan, mint a kancsal lennék, de vágod, nem, csak én látom. Mert itt az orromat, és látom, ha visszaveszem a szemek, akkor nem látom az orromat. Na most mindegy. És most így, ha felveszem a szemeket, persze messzebbre látok, de viszont karcos. Tehát messzebbre látok, de ha közelre nézek, akkor látom ezeket a csíkokat, és engem zavar. Mert távolra jó a szemüveg, vágod, és ha leveszem, akkor, tehát ha közel akarok nézni, akkor szemüveg nélkül sokkal jobban látok, mint ebben a cuccon, mert azért, mert karcos. Karcos az üvegje. És ilyen 20-30 ezer forint egy szemüveg, és érted, na jó, 24 valamennyi, akkor is 20-30, és most te, mint gyerek, van pénzed, mit vennék meg előtte? A kamerát vagy a szemüveget? Hát nyilván a kamerát vennék meg előtte, mert az egészségedet leszarod, érted, mert először a kamera, mert az a menő, alig várom már, ezért tudod, és akkor nyilván azt veszed meg, a szemüvegben majd ráér, majd arra is megvesz a pénzt. Hát igen, nem mintha először szemüveget vennék, mert most pont annyi pénzem, hogy meg tudnám venni a szemüveget. De nem, még várok egy-két hónapot, és akkor megveszem a kamerát, és akkor aztán majd még egy-két hónap múlva megveszem a szemüveget, ja. Szóval addigra lehet, hogy szétrongálom a szemüvegem, vagy a szememet, de nem érdekel, érted, tehát a kamera fontosabb. Gyerekésszel nyilván. Hát igen, azért nem mindegy. Ez olyan, mintha most lenne 10 millió forintom, és akkor 10 millió forint mondjuk lennék, nem is tudom mi lenne, mondjuk venni kéne egy házat, hogy tudjak élni, vagy láttam egy tök jó Lamborghinit, és mondjuk meg jó, nyilván többbe kerül, és mondjuk meg tudnám venni. Mit fogsz megvenni? Gyerekészre. Nyilván az autót, nem a házat, érted? Mert autót, leszarod, autóba is tudsz aludni, ezért majd ott elsze vágod, de legalább tök menő autód lesz. Tehát autót vennéd meg gyerekészre. Bár nem tudom, hogy én a házat venném meg. Ja, én a házat venném meg. A házat venném meg, és akkor azt alakítanám át egy autóvá. Lakókocsi? Ja, lakókocsit vennék, kajakra.
Igen. Éhes vagyok. Tudtátok ezt, hogy ha éhesek vagytok és ütölgetitek a hasatokat, akkor nem leszek az. Amúgy nem, el ne hívna. Azt is berekedtem, vagy elment a hangom, vagy csak nem tudom, de nagyon sokat beszélek, és lehet, hogy a lottó. Bennem kéne lottó, gyerekek, de nem tudok, mert ugye bemegyek a lottózóba, várjál, van egy sztorim, bemegyek a lottózóba, csak az a baj, hogy dohány volt is egybe. Elkezdik. Elmúltál már 18. Nem. Akkor viszlát. Ez milyen hülyeség már. Egy 16 éves gyerek nem. Na bocsi, most már leszarom, ezt majd így egybe fogom akkor vágni. Nem tudom, fogalmam sincs, hogy hol állt meg a felvétel. ezt utálom benne, hogy megáll a felvétel, vágod, mert 16 percet tudok fölvenni 30 FPS-sel, 15 FPS-sel meg 30 percet, de hát most már elbasztam, basszus. Mindegy, még van 3 perc rajta éppen, annyi, hogy elmondjam itt a legfontosabb dolgot. Egy az, hogy majd ha megveszem a kamerát, akkor nyilván az kéne SD kártya is. Valami magasabb, mert most ez 4 GB is, ami most ebbe benne van. Most ez 30 FPS-en fut maximum. Amaz már 60 FPS-en tud majd futni, de ha ez 30 FPS-en 16 percig bírja, akkor ez 60 FPS-en 8 percig fogja bírni. Szóval semmi. Velem kéne legalább egy 16 GB-os kártyát, ami a 10-20 forint megint csak, úgyhogy nem nagyon tudom, hogy megérje vagy nem. Nagyon gáz. Nagyon gáz. Na mindegy, ott tartottam, hogy nem tudom, meddig vette föl, hogy nem adnak rá esélyt, hogy megnyerjem az a 3 milliárd, 33 millió forintot egy 16 éves gyerek. Meg kigyűjtenek a boltból. Azt mondják, hogy nem vagy 18 éves, akkor mennyi, nem lottózhatsz. De vágod, nem adják rá meg az esélyt, hogy lottó. És a 16 éves, és ha megnyerném, akkor mi van, érted? Tehát egyébként ezt szokottam még elmondani, csak melyik közben a felvétel? Nagyon ideges vagyok most. Megy, jó van, akkor megy. Szóval, hogy egyébként az a kamera azért is lenne jobb, mert ugye amikor villog, folyamatosan villog, miközben megy a felvétel, és amikor megáll, akkor már tudom, hogy megállt a felvétel. Na mindegy, csak azért tudom, mert hölgynek is van ilyen cucca. Mondjuk ez GoPro-nál van, de egyébként arra is folyamkozik. Na mindegy, nem akarok itt elhúzni az időt. Szóval a lényeg, hogy nem adják meg rá az esélyt, és ez mi? Ez mi? Most tudsz erre valamit mondani? Semmit nem tudsz rá mondani. És egyébként még annyi gyorsan basszus, hogy megint eszem jutott, hogy azért nem adják rá meg az esélyt, mert 18 éves, hát bazd meg összeesett, 18 éves embertől fölfele már nem úgy gondolkoznak a számok, ügyileg, nem tudom, biztos valami ilyesmi van benne, mert egy 18 éven alatti lehet tudja találni a számokat. Egy felnőtt már nem annyira tudja eltalálni, vagy értetek, biztos valamilyen rafináltság van a dologban, biztos, hogy azért nem engedik egyébként. Na minden jó van, sziasztok, csó mindenkinek!